A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy különleges és nagyon nagyívű produkcióra készül az Alberégia Tánc Egyesület. Erről fogunk beszélgetni Majoros Róbert művészeti vezetővel, illetve a produkció zenei szerkesztőjeként vagy itt velünk. Örülök, hogy itt vagy. Bandázó Mezőföld lemezbemutató koncert lesz, de ez nem csupán lemezbemutató koncert, hanem sok-sok mindent látunk, hallunk olyat, ami azt hiszem, hogy méltó összefoglalása, ha úgy tetszik, az egész Alberégia Tánc Együttes Tánc Egyesület életének. Kezdjük azzal, hogy honnét jött a gondolat, hiszen ez egy, ahogy az imént is fogalmaztam, ez tényleg egy nagyívű történet. Hát a gondolat onnan jött, hogy oktatási segédanyagként indult ez az egész, ami elég szárazon hangzik, de azt gondolom, hogy nem csak az lett belőle. Hát onnan kéne kezdenem, hogy 2000-es évek elején elkezdtünk nagyon komolyan foglalkozni újra saját anyagunkkal, a Mezőföld táncanyagával, mind a zenei, mind a tánc kapcsán, és abban az időben megjelent elég sok oktatási segédanyag, mind videó mellékletként, mind hangzó mellékletként, és a Galiba zenekar abban az időben két hangzóanyagot is kiadott, amit hát ez már lassan 15-16 éve történt, és azóta ezt a két CD-t azért nagyon sokat használtuk meg az országba. Hála Istennek nagyon szépen elterjedt a mezőföldi táncanyagnak a megszeretése, úgyhogy nagyon sokan használták ezt a két CD-t. Én magam is éreztem már az utóbbi időkben, hogy hú, de jó lenne, ha egy picit zeneileg még bővülne ez, még többet tudnánk, akár a próbateremben, amikor csak gyakorlunk a gyerekekkel, hogy újabb dallamokat, újabb zenékre gyakorolni, vagy akár a koreográfiákkal kapcsolatban újabb dallamokat, hogy beemelni. És igazából innen jött az alapötlet, hogy kéne most már 15-16 év után egy újabb oktatási segédanyagot készíteni, de aztán valahogy úgy alakult, hogy a végeredmény, a termék, a végtermék, én azt gondolom, hogy nem csak egy oktatási segédanyag, hanem berakjuk az autóba, a CD lejátszóba, ha még valakinek van olyan, és hallgatni is szerintem egy élmény lesz ezt a CD-t, mert olyan lett az íve ennek az anyagnak, hogy tényleg zenei élményként is szerintem. Arról nem beszélve, hogy a néptánc együtteseknek, a táncművészeknek, zenepedagógusoknak is óriási segítséget jelent. Mennyire volt tudatos a dalok kiválasztása, hiszen végtelen az a dalmennyiség, ami a Mezőföld táncaihoz kapcsolódik? Egy picit tematizáltam ezt a CD-t, tehát nem csak tánc típusonként, hogy ugrósok, csárdások, hanem egy picit témakörökbe is, akár katonanótákat gyűjtöttük össze egy csokorra, vagy a béres nótákat, de az az igazság, hogy Pesovár Ferenc könyve alapján készült már a Galibának is az első CD-je, és akkor kimaradt egy pár nóta, amit azóta nagyon szerettünk volna, ha újra feljátszásra kerül. Ezek is belekerültek, illetve hát sajnos nem annyira kimeríthetetlen ez a tárház, mert például az ugrós dallamok, ugye, amik a régi típusokhoz tartoznak, abban nagyon keveset találtam én is, amiket újonnan fel lehetett, inkább a csárdásokból lehetett, és annak szerintem elég kimeríthetetlen a tárháza. Úgyhogy tematizálva lettek ezek a számok, béres nóták, elfeledett csárdások, bakanóták, tehát hogy igazából ez szerintem egy új színfoltja ennek a CD-nek. Mindenképpen. Tehát tudatos volt a választás, ugyanakkor rendkívüli kihívás. Miként érték meg a zenészek, illetve hogy sikerült zenészeket választani, hiszen azért tudjuk, hogy itt Fehérváron számtalan nagyszerű népzenész van.
Így van. Tehát mindenképpen a fejemben az volt, hogy fehérvári zenekarok, vagy fehérvári kötődésű zenészekkel oldjuk meg ezt a dolgot, és így szerintem egy nagyon, és a koncerten is ez majd látható lesz, hogy azért Fehérvárnak ez a népzenei gazdagsága ez mekkora. Szedte-vette zenekar, a Galiba zenekar és a Herman László zeneiskolának a népzenei tagozatának a tanáraiból állt össze most éppen ez a felhozata. Tilinkó zenekar nekem nagyon hiányzik ebből még, remélem a következő kiadványban ők is majd meg tudják ezt oldani. Tehát, hogy ez igazából velük együtt lenne teljes, de azt gondolom, hogy ebből a három csapattal is egy nagyon változatos hangzásvilágot sikerült a CD-re varázsolni, illetve majd élőbe is, és nyilván majd a koncert azért kiegészül tánccal is, illetve olyan vizuális megoldásokkal is, ami egy picit ezt a mezőföldet még közelebb hozhatja az emberekhez, illetve magán a CD-n is azt meg kell említeni, hogy nem csak zene van, hanem próza is, amivel szerettem volna egy picit így a komplexitását így megvalósítani, hogy ne csak a zenei élményt nyújtson, hanem akár egy Iés Gyula vagy egy Petőfi versnek a kapcsolatát így mezőföldhöz erősíteni. Igen, ez nagyon fontos. Olvasom itt, hogy a narrációban itt lesz Göbölös Gábor és Fülöp Zsolt. Erre nagy szükség van, hiszen nyilvánvaló, hogy megtudhatjuk azt is, hogy a megszületésének, az egy-egy dal megszületésének a körülményei. Viszont akkor a koncerten szereplő zeneművészekről más egy szó, de azért mondjuk ki, hogy azért jó látni, hogy itt a Juhász Zsófi, Pál Éva, Enyedi Tamás, Bóka Ricsi, Kőműves Zoli, Csikós Peti, Juhász Balázs, Cserta Balázs, Zsikó Zsuzsanna, ők már énekelnek, Berki Lillával, Sütz Matyi, aztán Varró Janó, Hegedűs, Göbölös, Fülöp Zsolt, ezek a zeneművészek. Tehát színe java. Hiányzik a Tilinkó, a Felek és a többi, de azért Juhász Balázs ott van. Igen, igen. Ő képviseli. Hogy osztottátok meg? Hiszen a műsort nézzük, nagyon sok színű. Ki választhatott magának, vagy az is tudatos volt a választás, hogy melyik zenekar mit játszon fel? Én azt gondolom, hogy én így ajánlottam nekik, hogy ezt a két nótát ő, ez a zenekar oldja meg, az a másik három nóta a másik zenekaré. Ez több okból volt így, mert volt olyan, ami már egy létező koreográfia zene, amit nyilván a Galiba zenekar játszott, és ez kézenfekvő volt, hogy akkor azt ők játsszák föl. Aztán volt egy olyan például, ami számomra egy nagyon ilyen kedves szín ebbe a muzsikába, Herman László zeneiskola tanáraiból összeállt. Annak az a címe, hogy a puszták muzsikája. Mert ott pedig az volt, hogy tudatosan nem vonós bandára képzeltem azt az összeállítást, hanem azért nagyon jellemző volt ugye a duda, a citera, a furúja és csak az ének is erre a vidékre, és az például abszolút a zeneiskolának a nagyon jó tanári karára gondoltam ekkor. Úgyhogy nagyjából tudatos volt, igen, hogy ki mit. És az együttesek választása, hiszen természetesen tánc is lesz, nyilvánvalóan. Tehát adja magát a tánc együttes, a felnőtt csoport, de a Pulutyka és a Guba csoportos Trenka Máté is szerepelt. Trenka Mátét azért kérdezem, mert az elmúlt időszakban tűnt fel, mi is segítettük az ő pályafutását, amit reméljük, hogy a csillagok ígér. Én bízom benne, mert a rendkívüli tehetsége okán ez megtörténhet. De hogy esett a választás a Mátéra? Hát nyilván azért fontos, hogy ilyenkor a sok-sok generációt így a táncegyüttesbe is be tudjuk mutatni, és egyébként most ebből a sorolásból még a Derce csoportnak két párja is kimaradt, tehát hogy tényleg a felnőtt együttesen kívül a művészeti iskolának a különböző generációit is, hogy így be tudjuk mutatni. Ez azt jelenti, hogy
nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a saját vidékünknek, a Mezőföldnek a táncait már egészen kiskortól, egészen a felnőtt korig végig tudjuk kísérni a gyerekek pályafutásán. Úgyhogy meg én azt gondolom, hogy ez a közönség számára mindig változatos és nagy élmény, amikor a felnőtteken kívül kisebb fiatal generációt is látnak, sőt ebben lesz olyan, hogy egy előadás, vagy egy műsorszámon belül egyszerre több generáció is meg fog jelenni. Ha a műsort nézzük, akkor én arra figyeltem fel, hogy jószerivel a parasztilét, a mezőföldi parasztilét valamennyi szegmensét táncoljátok, illetve zenében felfedezhető, hiszen teljesen más. Ugye a béres nótákkal kezdődik itt, a béres vagyok béres, illetve hát ez egy részlet Illyés Gyula a Puszták népe című könyvéből, de azért a béres nóták rendkívül népszerűek. Jó ezt így elővenni? Hát ezt igazából nem elővesszük ezeket. Mert tudom, hogy műsoron szerepel, csak úgy, hogy egységbe foglalva. Abszolút, persze. Tehát, hogy számomra ez, hogy ezt a Béres vagyok Béres című népdalt, amit ugye Mezőföldön kívül nyilván nagyon sok dunántúli más tájegységen is ismernek, ez nagyon jó, hogy például Illyés Gyula művébe ez le van írva, hogy ezt a három verszakot szinte elemzi az író, és ezt nagyon sokszor használtuk koreográfiákba is. Úgyhogy ezek tényleg nagyon hálás témák. És akkor ugyanilyen, amennyire ez mondjuk a régi kategóriába, régi stílusba tartozik, nagyon érdekes például Paraszbadi József és zenekarának, a Perkátai zenekarának a teljesen eltérő, totálisan új stílusú és már a nagyon művies nótákba átmenő csárdásai. De ezek az elfeledett csárdás dalamok? Akár az, vagy Paraszbadi József kedvenc csárdásai, igen, ezek meg teljesen már az új stílusba tartoznak, és ez meg már nem az archaikus, hanem inkább az új stílusú csárdásokhoz. Amelyek ugyanolyan értéket képviselnek nyilván. És ugye jön akkor egy negyedikként Megy a juhász a Szamáron, erről másod szó Petőfi Sándor verse. Ez is friss történet már, mint abban az értelemben, hogy külön, gondolom, hogy helye van a CD-n és ebben a műsorban is. Igen, Petőfinek a folklorizálódott verseivel már régóta foglalkozunk, és egyébként most 2023-ban újra elővesszük ezt a műsorunkat az együttessel, egy kicsit leporoljuk meg, egy kicsit felturbozzuk, és még komplexebbé tesszük. És ez tényleg a életünket így már 10 éve így elkíséri ezt, hogy Petőfinek akár a fehérvári kapcsolódása, vagy akár a népzenei vonatkozásba, hogy hogyan tudjuk akár egy mezőföldi ugrós dalamon keresztül ezt a párhuzamot bemutatni. Táncra magyar. Ugye ez egy felszólítás, én azt gondolom, hogy nem nagyon kell felszólítani, bár ti azt hiszem tesztek is érteleget ebben a programban, mit láthatunk. A Táncra magyarba az pont egy létező koreográfia zene, amit az együttesnek az elmúlt évben készítettem, és Szekszárdon, ha jól emlékszem, ott még koreográfiai díjat is nyertünk. Ez egy ötpáros koreográfia lett, ahol a dunántúli csárdásokat dolgozzuk fel. Tehát ilyen szempontból ez majd táncügyileg egy kicsit kakukktojás lesz, mert itt nem csak Mezőföldnek a táncait láthatja majd tőlünk a közönség, hanem Dunántúlnak a Rába köztől elkezdve, Kalocsától elkezdve, Bagon át a Dunántúlnak a nagyon változatos csárdásai jelennek meg. A Táncra magyar az pedig úgy indult, hogy a Paraszbadi József és zenekarának a gyűjtésén van egy palotás nevezetű, abszolút a reformkor hangulatát idéző dallam, és ez abszolút nekem a Petőfinek a fehérvári élményeivel kapcsolatos szövegre nagyon ráillett. És akkor ebből a sok mindenből lett ez a Táncra magyar. És akkor jön a Puszták muzsikája, mintha visszatérnénk egy kicsit az első Béres vagyok Béreshez, hiszen ha valaki olvasta az Illyés Gyula Puszták népe című könyvét, az nagyon is jól tudja, hogy mennyire kapcsolódtak a Puszták népe, mennyire kapcsolódott a zenéhez, illetve a népzenéhez.
Így van, ezt az előbb említettem, hogy ezt én meg azért nagyon szeretem ezt a műsorszámot, mert hangzásvilágában egy teljesen más dolgot ad. A vonós felálláshoz képest ugye a citera, duda, furuja, ének megjelenik, és egy nagyon jó hangulatot idéz. De azt azért el kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is lehet ilyen tematikákról beszélni, azért az elsődleges szempont az az oktatás volt, tehát hogy mindegyik műsorszámnak például tempóba olyan tempókat állítottunk be, hogy akár berakjuk a próbaterembe ezeket a zenéket, és lehessen rá táncolni. Mert nagyon sok esetben megjelennek zenekari előadások CD formájába, és azokat annyira mondjuk ilyen oktatásra nem lehet használni, mert nyilván ott a zenészeknek más a szempont. Olyan tempókat játszanak, ami éppen nekik a megfelelő. Itt nagyon figyeltünk erre is, hogy igaz, hogy egyszer citerával és dudával történik ez a műsorszám, de a gyerekek számára és felnőttek számára abszolút táncolható tempóban. Igen, és ennél fontosabb nincs, mint hogy annál sem, hogy a Fejér megyei bakanóták. Hiszen nagyon is katona dolog címet viseli, természetesen mondhatom én, de a bakanóták rendkívül népszerűek, és a hozzá kapcsolódó táncok nem különben. Így van, ez pedig a Szedte Vette zenekar játsza, és ennek például egy olyan kis kulisszatitka van, hogy itt például a Juhász Zsófinak a fia is énekel benne a Bókaricsivel együtt, illetve a testvére, a Balázs bőgőzik benne. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon kis együtt a család fontos pillanatok szerintem, amit ritkán élhet meg az ember, és ráadásul nagyon jól is szól. Tehát, hogy én azért egyszerűen ezt beraktam, nekem például az autómban még mindig van CD lejátszó, szeretem is nagyon. Én például ezt így meghallgattam így egészbe ezt a műsort, és számomra is érdekes és izgalmas. Tehát, hogy sokféle hang van benne. Például ez a bakanótás összeállításban, hogy megjelenik a férfi hang, az nagyon fontos szerintem egy zenei előadásban. Mint ahogy az is nagyon fontos, hogy a piac lelke, Kati néni városában élünk, tehát egy fertályos asszony emlékére. A piac mindig tartogat különlegeseket, különleges dalokat, különleges millió az egész történet, és az ehhez kapcsolódó tánc és zene nem különben. Így van, ez pedig egy már létező műsorunkból a Mozdulatlan legendáknak az egyik betéteként került bele, mert erre úgy rátaláltam újra, hogy ezt mi már megcsináltuk. Ja, igen, ez a te koreográfiád. Igen. Én nem emlékszem, lesen. Hogy ezt ugye 2015-6 körül hoztuk össze, és akkor Sükös Gézánéhoz elmentem, és nagyon jót beszélgettem vele, és pont erről a Kati néni témakörről, és igazából az ő elbeszélése alapján írtam meg ezt a szöveget, amit utána Fülöp Zsolt jó hangorgánumával fel is mondott, aztán közben meg ezt nem is írtuk bele, de a Mókusnak a zenei aláfestésével valósult igen, meg. Igen, tehát szírta a Mókusról igen, beszélni. Így van. Tehát, hogy ez már egy létező betét volt, de én azt gondolom, hogy ebbe a mezőföldi összeállításba nagyon-nagyon kellett ez a hangulat. Mint ahogy a Paraszbadi József kedvenc csárdásai is, azt hiszem, hogy ez egy tipikusan legendáriumba tartozó történet az övé. Hát igen, tehát, hogy számunkra azért mezőföldön nagyon fontos az, hogy Pesovár Ferenc olyan felvételeket is készített, ahol nem csak a táncot, hanem akár egy zenekart látunk, zenekari összeállítását látjuk felvételen. Ez nagyon fontos a zenekaroknak, hogy nem csak egy dallam van lekottázva, hanem hallják ott a Brácsának a szólamát, a Bőgőnek a szólamát, és azért az egy nagyon jó zenekar volt abban az időben, meg most is nagyon jó, és nagyon nagy kihívás, én azt gondolom, egy mai népzenei együttesnek, zenekarnak feldolgozni egy ilyen szintű zenét. Mert az első elhatározás, amikor kiderült, hogy ezt mindenképpen szeretnétek megvalósítani, nyilván jött a próba folyamat. Azt hiszem, hogy erre készülni, függetlenül attól, hogy jó néhány táncot azért már ismertek a csapatok, akiket kiválasztottál, azért ez egy kemény feladat. Gőzerővel folynak a próbák? Nagyon remélem. Én a zenekaroknak elküldtem, hogy mert hát azért ez már régen volt, volt olyan felvétel, amit fél éve rögzítettünk.
nyilván azóta azért sok minden történt a zenekarokkal. Úgyhogy mindenkinek én elküldtem szépen, hogy mi volt az, amit játszottak, úgyhogy ők most nagyon remélem, hogy otthon gőzerővel készülnek. És nagyon izgalmasan várom ezt a jövő hetet, mert nem is tudom, hogy volt-e ilyen már ott a táncházban, hogy ennyi sok zenekar, ennyi sok gyerekkel és felnőttel kiegészülve. Lesz ebbe egyébként a narráción kívül egy kis vetítés is, tehát tényleg egy ilyen komplex egy órát kapunk, úgyhogy, de a lényeg a zene lesz. De ez egy igazi ünnep. Na most ettől eltekintve kicsit beszéljünk arról, hogy hogy éltek most. Hiszen nyilvánvaló, hogy először a koronavírus járvány, majd a különböző gazdasági nehézségek alaposan megnehezítik a kulturális intézmények dolgát is, és hát nyilván nem kivétel a Malom utcai táncház sem. Hogyan tudtak úrrá lenni a nehézségeken? Úgyhogy ameddig nem muszáj, nem veszünk erről tudomást, ezt tudjuk csinálni. Tehát folyamatosan a létező műsorainkat, mint például ezt a bandázót, vagy múlt héten a mesenépnek az előadását két alkalommal telt ház előtt, és majd november 20-án egy újabb alkalommal. Tehát úgy vagyunk vele, hogy mindent megteszünk annak a érdekében, hogy ne kelljen bezárnunk, és folyamatosan műsorokkal, illetve hát a folyamatos hétköznapokon a próbákkal meg tudjuk tölteni ezt a házat. Nem szeretnénk leállni, mert azon kívül, hogy vannak létező műsoraink, amiket szeretnénk kijátszani, jövőre az előbb említett Verslábak, Petőfi a Folklorba című műsorral, meg Gőzerővel készülünk az együttessel. Tehát, hogy az is egy nagyon izgalmas dolog, egy közel 10 éves műsort egy picit leporolni, újra gondolni, és lehet, hogy a végére valami teljesen más lesz belőle. Ezért állok én is úgy neki, hogy nagyon, mintha egy új műsor lenne. Tehát a tervek megvannak, a város segítsége az nyilván az egyértelmű. No, hát akkor annyi dolgunk maradt, hogy invitáljuk meg mindazokat, akik még esetleg nem tudnak arról, hogy mit minden történik november 6-án vasárnap 19 órakor a Malom utcai táncházban. Így van, várunk mindenkit szeretettel erre a főleg koncertre, de ez egy táncos élmény is lesz egybe, azt gondolom, és ezt sok tehetséges fehérvári népzenészt nem mindig lehet így egyszerre látni, úgyhogy szerintem ez lesz a nagy ereje ennek. Mi mindenképpen ott leszünk, ezt ígérhetem, ahogy önöknek is, kedves nézőink, hiszen természetesen erről beszámolunk. Robi, köszönöm szépen, én hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, mi pedig én köszönöm a figyelmüket, és ahogy ígértem önöknek, természetesen egy hosszú beszámolót is nyújtunk majd mindenkinek, akik szeretik a táncot, a népzenét, mert hogy ebben a felgyorsult világban, ebben a háborúval sújtott időszakban nagyon fontos a kikapcsolódás, az ilyen jellegű is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.